Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Errichtung eines ungarn-deutschen Lehrpfades in Sexal geplant. Sachliche Erinnerungen zum Lehrfach Heimatkunde, Heimatstube und Museum in Weil. Musik der Ungarn-Deutschen bekannt zu machen und weiterzugeben. Niemerscher Akkordeonkapelle. Fotoausschreibung vom Blickpunkt. Die früher gewonnenen Fotos sind in 5 Kirchen angekommen. Das auf die Initiative der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen im Jahre 2015 ins Leben gerufene Projekt der Ungarndeutschen Lehrpfade ist immer populärer. In den vergangenen 6 Jahren wurden landesweit 11 Lehrpfade errichtet. Im Komitat Tolnau entstand der erste ungarndeutsche Lehrpfad in Badeseck im Jahre 2019. Dieses Jahr wurde auch in Sexad der Plan des thematischen Weges mit dem Leitmotiv Geistige Gemeinschaft nebeneinander leben fertiggestellt. Die Gemeinschaftsarbeit wurde durch die Sexader Deutsche Selbstverwaltung koordiniert. 2015 különleges projektet indított útjára a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Céljuk az volt, hogy felélénkítsék a németek lakta településeken működő intézmények és civil szervezetek közötti együttműködést, és lendületet adjanak a közösségi életnek. A közös munka nyomán kézzelfogható értéket hozzanak létre a településeken. Így jött létre a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által is támogatott német nemzetiségi tanösvény. A Sexádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020-ban határozta el, hogy Sexád városában is milyen jó lenne német nemzetiségi tanösvényeket létrehozni. Céljai között ugye szerepel az, hogy azt az egyediséget mutassuk be a tanösvényeken keresztül, ami kizárólag csak arra a településre érvényes. Ugye a német nemzetiség történelmében, hagyományaiban vannak olyan hasonló dolgok, amelyek már sztereotípiákká váltak, de ezt a tanösvény nem preferálja, hanem pontosan az a lényeg, hogy megtaláljuk az adott településen a különlegest, az egyedit, és csak abban a városban, illetve településen előforduló hagyományokat. Az elmúlt 6 évben 11 tanösvény nyílt meg az országban. Tolna megyében 2019-ben elsőként Bátaszéken. Idén elkészült a szexádi tematikus útvonal terve is, melynek vezérmotívuma a szellemi közösség egymás mellett élés lesz. A közösségi munkát a Sexádi Német Nemzetiségi Önkormányzat koordinálta. Nagyon sokan vettek részt tavaly ebben a munkában. Nagyon sok kollega, nagyon sok ember kapcsolódott, és egy kis közösséget alkotva kialakítottuk azt a motívumot, amelynek mentén megtervezhettük a tanösvény témáit. Ennek a kitalálója és segítője volt dr. Tötös Gábor, aki Sexádot nagyon jól ismerte, és ennek az egésznek a mottója, címe lehetne a tanösvény, ami minden tábla tartalmát végig követi, ez pedig a szellemi örökség egymás mellett élés. A tanösvény hétállomása a városba települt németség szerepéről, helyi épületekről, szokásokról, értékekről, különlegességekről, a város fontos személyiségeiről, és természetesen a híres szexádi borokról közvetít élményszerű információkat. Így akár növelheti a város turisztikai vonzerejét is. A tájékozódás tanösvénytáblák, interaktív elemek és kísérőfüzet fogja segíteni. A templomkertből indulna az első állomás, aztán a Bezérédi utcában lenne még 2 tábla, és akkor most el is mondanám azt, hogy miért pont a Bezérédi utcán. Pontosan azért, mert a Bezérédi utca valamikor a Német utca volt, és német polgárok házai és mesteremberek laktak itt, akikhez történetek is kötődnek.
Aztán a Szent János Pál kápolna, hiszen ezt a kápolnát is németek építették. Aztán tovább haladva ugye az Auguszt ház, hiszen Liszt Ferenc és Auguszt Imre barátságáról szóló történet kapcsolódik a németséghez. Felfelé a Német Színház, Deutsche Bühne, hiszen egyedül álló az országban a Deutsche Bühne, az ő története, céljai, és egyben a város kulturális értékeit bemutató tábla lehetne ez. És legvégén, természetesen, ha Szekszárdról van szó, akkor a borászoknak is táblájuk lehetne, mégpedig a Vármegyeháza udvarán, a Borkút mellett gondoltuk ezt a táblát elhelyezni, és mind azon borászok, akik évszázadokon keresztül generációról generációra átadták a borkészítés kultúráját. Német származásúak, német gyökerekkel rendelkeznek, 8 ilyen család van Szekszárdon. Felvetődik a kérdés, most akkor kinek jó? Hát nyilván, hogy az idősebb generációnak jó, akik még tudnak nekünk még a történeteikből is mesélni, és ismerik a németség kezdetét és életét itt Szekszárdon. Aztán jó maguknak, a szekszárdiaknak is, hiszen a szekszárdiak se is információhoz juthatnak azáltal, hogy a német nemzetiség története hogy alakult itt Szekszárdon. Aztán jó az ifja generációnak is, akikhez egy kicsit közelebb visszük ezt a régmúlt történetet. De mielőtt beadjuk a pályázatot, mindenképpen a Szekszárd megyei jogóváros önkormányzatával megállapodást kell kötnünk, hogy kaphassunk egy kis zöld utat ennek a megvalósításához. Die wichtigste Aufgabe des Ungarn-Deutschen Bildungszentrums ist die Pflege der Tradition, Kultur und Sprache der deutschen Nationalität. Auf dem Gelände der Einrichtung findet man den treuen Nachbau der Ulmer Schachtel, mit der den Ansiedlern gedacht wird, die aus den Gebieten von Süd- und Mitteldeutschland bzw. aus dem Rheingebiet im 18. Jahrhundert nach Ungarn angekommen sind. Hier befindet sich auch der ungarn-deutsche Landeslehrpfad. Diese ergänzend wurde in der Schule auch eine Heimatstube und ein Museum errichtet, in denen solche sachliche Erinnerungen zu finden sind, die das in der Heimatkunde erlernte gut ergänzen. A környező falvakból, Hajósról, Nemesnádudvarról és Vaskútról származnak zömében azok a tárgyak, melyek szépen összegyűjtve tematikusan mutatják be a sváb elődök életét, mindennapjait, ünnepeit és szokásait Baján, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja két múzeum szobájában. Az ide belépő tanulók időutazáson vehetnek részt. Olyan tárgyi emlékek, amik nagyon jól kiegészítik a népismeret órákon tanultakat, például a német népviseletek, ezen belül is, hogy a népviseleteknek melyik részét készítették maguk, hiszen nagyon önellátóak voltak a svábok, melyik azok a ruhadarabok, amiket úgy vásároltak, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok mindent hol vásároltak, ugye régen a vásár volt az éves nagy bevásárlásnak a szintere, vagy éppen, hogy milyen imakönyv, az egyik vitrínben imakönyvek, a vallási életükhöz kötődő tárgyi emlékeket tudunk bemutatni, ahol például olyan feladatokat szoktak kapni, hogy gótbetűvel írt Bibliából, olvass el két mondatot, próbáld megérteni, próbáld lefordítani, vagy régi iratok, régi pénzek, a korona idejéből, vagy éppen a pengő dolgait elmeséljük nekik, illetve nagyon sok olyan más régi dolog, ami hát egy kis időutazás nekik, hogy mondjuk a nagymamáink idejében hogyan lehetett vasalni olyan vasalóval, amiben még parazsat kellett rakni, és hogy az hogyan működött, vagy a szappanfőzés dolgait, vagy éppen, hogy egy fazekasnak milyen funkciója volt egy faluban, milyen dolgokat kellett készítenie, amit minden házban megtalálható volt, mint például egy kuglóforma, amitnek mondjuk egy lakodalomban volt nagyon sok, tehát nagyon fontos szerepe, hiszen az egész faluból összehordták ezeket a kuglóformákat. És így nagyon sok mindent, ami nagyon sok mindent el lehet nekik mesélni, bemutatni,
ami érdekessé teszi ezt az egész ilyen múzeumszobát. Vagy például ebben a helységben található az a régi láda, amiben régen ruhát, vagy például a pénzt is tárolták. Ez azért érdekes, mert ennek a mása található meg az országos német nemzetiségi tanösvénynek a negyedik állomásán, ahol egy okos ládát komponáltunk belőle. Azt tartják a magyarországi németekről, hogy szorgalmasak és takarékosak. A tanösvény említett állomásán egy bajai fazekas iparos legény vándorkönyvét találjuk, valamint a festett faládát, ami remek példája a régi és új ötvözetének. A láda 6 magyarországi német kézműves mesterség eredeti eszközeit tartalmazza, de egyben napelemmel ellátott okos láda is. Itt például a népviseletekből néhány darab ki van állítva, ahol a gyerekek konkrétan megfoghatják, hogy milyen is egy kék festőanyag, vagy itt el tudom nekik magyarázni, meg tudom mutatni, hogy hogyan készítettek gyapjúból, illetve kenderből fonalat, ami aztán a ruhadaraboknak a fontos alapanyaga volt. De láthatunk egy régi bölcsőt is, vagy egy régi szekrényt, ami természetesen tele van ruhadarabokkal, amik a környező falvakból adományokként kerültek ide, és ezt a múzeumot gazdagítják. A szobában egy díszesen faragott házi oltárt is találunk, ami minden sváb család házának éke volt. Ezek a házi oltárok gyakran megtalálhatók voltak régen a házakban, és ezek, mint amilyen ez is, ez tulajdonképpen egy lomfűrész munka, ilyen vékony falemezből lomfűrésszel vágják ki. Nincs két egyforma, mindegyik egy picit más, és ezek a házi oltárok a tudomásom szerint karácsony előtt mindig ki lettek rakva az asztalra két gyertyával, és az advent időszakban jártak házról házra, és imádkoztak, de ezt én gyerekkoromban még megéltem, de pontosan akkor úgy annyira nem érdekelt, vagy csak tudtam, hogy most jönnek ide a szomszédból nénik, és itt imádkozni fognak, és akkor láttam ezt a házi oltárt mindig az asztalon állni két gyertya kíséretében. A gyerekek a tanösvényt járva és a múzeumszobába érve azt is megtanulják, hogy míg korábban több generáció élt egy fedél alatt, és a bölcsőtől a koporsóig sok mindent otthon együtt oldottak meg, addig a mai modern világban egyre több egykori funkciót állami intézmények vesznek át. Néha előfordul, igen, hogy látnak egy olyan tárgyat, és akkor így felkiált, hogy hát ilyen nekünk is van otthon. És a nagymamámnál pont ilyent láttam, tehát előfordul ez, igen, de nyilván már nem annyira jellemző, hiszen hát nem mindenki lakik együtt a nagymamával, vagy nem biztos, hogyha oda kerül. Ezek a tárgyak már többnyire a padláson vannak, nem mindenhol becsülik meg ezeket a tárgyakat annyira, de igen, előfordul, és ez így lelkesíti is a gyerekeket, ha nálunk otthon is van egy olyan óra, vagy egy ilyen bölcső, vagy éppen egy ilyen varrógép. A magyarországi németek általános művelődési központja legfőbb feladata a német nemzetiség hagyományainak, kultúrájának és nyelvének ápolása. Ezt hivatott szolgálni az intézmény területén található ulmi deregje hűmása, amivel a dél- és közép-német területekről, illetve a Rajna vidékéről a 18. században Magyarországra érkező telepesek előtt tisztelegnek, valamint a magyarországi németek országos tanösvénye is. Mindezek mellett a nemzetiségi múzeumszobában olyan tárgyi emlékek találhatók, melyek jól kiegészítik a népismeret órán tanultakat. Die Niemesche Akkordeonkapelle wurde aus den Absolventen der örtlichen Musikschule unter der Leitung von Erwin Umstatter gegründet. Vor 3 Jahren hat sich Sängerin Hanna Fee Ballock der Kapelle angeschlossen. So ist ihr Repertoire viel breiter geworden. Auch Filmmusik wird schon von ihnen gespielt. Die Kapelle möchte aber die Hauptrichtung, die Bekanntmachung und Weitergabe der ungarndeutschen Musik behalten. Thank you.
A Himesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola oktató munkájának kiemelt területe a német nemzetiségi nyelv oktatása. A tehetséges diákokat német versenyekre készítik fel, valamint lehetőségük van német néptáncot tanulni, fellépni, versenyezni. A harmonika tagozatos növendékek országos versenyekre is eljutnak. 17 éve tanítok itt az iskolában, és hát azok a növendékek, akik kijárták a zeneiskolát, azokat szerettem volna továbbra is megtartani itt a harmonikázás a zene mellett, és akkor őket megtartva alakítottuk ezt a kis zenekart. Itt közben be tudtam építeni a zenekarba olyanokat is, akik jelenleg is az iskola tanulói, és vannak olyanok is, akik már kijárták a zeneiskolát, és ők még akkor mindig velünk tartanak és velünk játszanak. Ezen a környéken, illetve itt Himesházán is kifejezetten népszerű hangszer a harmonika. Egyrészt a nemzetiségi zenék játszása miatt, említettem Himesházán a svábságot, de azért a környéken itt vannak más nemzetiségek, akik nagyon előszeretettel használják, úgyhogy a gyerekek lépten nyomon, ahova mennek kulturális rendezvényekre, ott láthatnak harmonikát és ismerik a hangszert, úgyhogy igen, népszerű nálunk. Apukámmal beszélgettünk, és a semmiből igazából hazafele a kocsiba döntöttük el, hogy én harmonikázni fogok. Ő ismerte már az Ervin bácsit, és akkor így jöttem hozzá. 4 éve kezdtük ugyanezzel a felállással a zenekari játékot. Akkor még nem voltak annyi fellépések, de most egyre több van szerencsére. Sváb táncolok, én Béménnel lakom, és ott van egy táncsoport, amit kísérek is ugyanúgy, és ott tartjuk a hagyományokat leginkább. Hát én most letértem a harmonikás útról egy kicsit, mert a művészetiben voltam harmonikán, de most más egyetemre mentem, de ugyanúgy folytatom a zenekart, és tanítgatok is néhány helyen. Úgy körülbelül 3 éve kért fel Ervin bácsi, hogy énekeljek a zenekarral. Hát az az igazság, hogy elsősorban most a tanulásra koncentrálok, tehát így a célokat még nem nagyon tűztem ki az énekléssel kapcsolatban, de nyilván szeretném folytatni ezt a zenekarral is, meg külön kórusokkal, meg egyénileg is. Hát anyukám részéről is van sváb gyökereim, vannak sváb gyökereim, és apukám részéről is, de vannak székely gyökereim is, úgyhogy inkább ilyen keveredés van. Hát ugye a legelső szerepléseink, az legelső szereplésünk az egy nemzetiségi szereplés volt, ott kifejezetten sváb és német dalokat, táncokat, zenéket játszottunk. Aztán sokszor fellépünk iskolai rendezvényeken is, főleg itt a karácsony advent táján, úgyhogy erre is van repertoárunk. És amióta belépett a Hanna a zenekarba, és énekesnünk is van, azóta például filmzenékkel is színesítjük a műsorunkat, hogy esetlegesen többféle rendezvényen is részt tudjunk venni. Azért még mindig a sváb zene dominál a kis zenekarunkban. Abból van a legtöbb számunk, illetve a fellépéseink zöme is azért onnan jön, de igyekszünk mindenféle repertoárt, hiszen a harmonika ez egy sokoldalú hangszer, és ezt szeretnénk be is mutatni majd a szerepléseinken. Bővíteni szeretném majd idővel a kis csapatot, hiszen ahogy a gyerekek ugye kinőtték magukat, hogy ide tudjanak becsatlakozni, úgy idővel lesznek majd olyan, akik még most az iskolába, a zeneiskolába járnak, akik ma nagyobbak lesznek, és már esetleg ők is kijárják a zeneiskolát, akkor ők is be tudnak csatlakozni, de ahogy elérik azt a tudásszintet, hogy azért itt nyilván ők nagyobbak, és már könnyebben tudnak kottáról játszani, úgymond lapról játszani, hogy eléjük teszek egy kottát, azt nagyjából akkor le is tudják játszani. Amint elérik ezt a szintet, akkor már próbálok több gyereket is becsatlakoztatni, illetve beépíteni így a zenekarba. Nálunk nagyon erősek a hagyományok. Én gyerekkorom óta úgy nőttem fel, hogy ezeket a hagyományokat láttam, tapasztaltam nagyszülőktől,
láttuk, miket csinálnak, miket énekelnek, milyen táncokat táncolnak, stb. Stb. Úgyhogy nálunk ez hála Istennek megvan, ezt próbáljuk továbbadni mi is a gyerekeknek. Die Fotoausschreibung des Ungarndeutschen Kultur- und Informationszentrums Blickpunkt hatte das Ziel, dass Profi- und Amateurfotografen ihr Wissen zeigen und sich die ungarndeutsche Minderheit durch Fotos vorstellen kann. Die in Fünfkirchen angekommene Ausstellung ist eine Auslese aus den schönsten und interessantesten Werken zum 15. Jubiläum der Institution. Die Ausstellung wird die Wände des Büros für Nationalitäten und Zivilgemeinschaften bis Ende des Jahres schmücken. A magyarországi németség mindennapjait, ünnepeit, szokásait és népviseletét sokan sokféleképpen örökítik meg. A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 2008-ban indította el a magyarországi német tematikájú fotók versenyét, mely eddig 12 sikeres évet zárt. A központ több mint 3500 fotót tudott már gyűjteni, archiválni és közzétenni, melyek mindegyike a magyarországi németekről mond el valami érdekeset. Az intézmény 15 éves jubileumára készült válogatás Pécsre, a Széchenyi téri nemzetiségi és civil közösségi irodába érkezett. Ennek a célja az, hogy profi és amatőr fényképészek megmutathassák a tudásukat, de legfőképpen az a cél, hogy bemutatkozhasson a magyarországi német kisebbség, nemzetiség a fotókon keresztül. Ez a kiállítás az intézményünk 15 éves jubileumára készült, ez egy válogatás a legszebb alkotásokból, és a legérdekesebb alkotásokból. Ezt hoztuk most el ide Pécsre. Egyébként vándorkiállítások járják még az országot. Ez a kiállítás most december végéig lesz látható a Pécsen. 2008 óta zajlik ez a verseny, minden évben ősszel kerül megrendezésre. Időközben már közel 3600 fotó van az archívumunkban. Ezeket a képeket kiállításokon mutatjuk be, de például 2 fotóalbum is készült már. A döntőben 42 alkotás jutott, 257 versenyzett idén, 42 van tehát a döntőben, és kategóriákban lehetett indulni. Az egyik az aktuális fotó, a másik pedig az archív fotó, 1960 előtt készült fotó, feljavított archívkép tehát, és képeslap, ami két képeslap, vagy két képből és egy feliratból áll össze. És minden kategóriában van egy kategória győztes, illetve különböző újságok, különböző intézetek még külön díjakat adnak. A cél, hogy érdekes aspektusból mutassák be a képek a magyarországi németséget, illetve hogy újdonságot hordozzanak. A zsűrit úgy állítják össze, hogy legyen egy szakmabeli, aki fotószemmel értékeli a képeket. Van egy külsős zsűritag, aki akár Németországból is érkezhet, valamint a harmadik tag néprajzi szempontból nézi az alkotásokat. Így tehát a technika és a tartalom egyaránt fontos. Van például itt a kiállításban is az első év győztese, ami látható. Ez egy csombereki hölgy, aki idős asszony, aki egy csombereki busz megállóban várakozik a buszra, és egy reklámszatyor van a kezében, egy ismert cégnek a szatyra, és ez az, ami különlegessé teszi, tehát, hogy a mában, a jelenben még mindig itt van az a nemzetiség, az az ember, aki nem csak magyar, hanem német is, ami kicsit másabb, kicsit máshogy él, de mégis ide tartozik, és szerves részét képezi a kis hazánknak. Én abban látom a jelentőségét, hogy ez egyébként egy országos rendezvény, a Blickpunkt, amikor is az ország egész részéről, mivel az a német településekről, különböző témákban az emberek képeket küldenek. Ez lehet olyan képet, amit akkor csinált az ember abban az évben, de lehetnek régi archivált fotók is, amivel jelentkezni lehet. Ugye érett képek a magyarországi németség történetéből, az a cél, hogy ezeket megörökítsük, és hát mindenki számára élvezhetővé tegyük. Itt Pécset az a jelentőség, hogy Pécs ugye a dél-dunántúli németség egyik fellegvára, és hát még nem volt ez a kiállítás a Pécset. Ugye itt nagyon sok olyan falu van, ahol a hagyományokat még eléggé erőteljesen ápolják, és a mindennapok része is. Tehát van már nyertese is a régiónak. Magyarország németek körében ez egy eléggé nagy nívója van ennek az egész versenynek, és hát vannak már aranyai helyezettek is, és nyertesek is. A kiállítás évvégéig díszíti a nemzetiségi és civil közösségi iroda falait. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit.
Auf Wiedersehen.